buszpályaudvaron bementem meginni egy fröccsöt, és onnan már nem emlékszem semmire. Analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. Shock advised. Charging. Stay clear of patient. Deliver shock now. Press the orange button now. Shock delivered. Reggel elindultam Szombathelyről, 6 óra 7-kor a vonattal, 6 óra 27-kor voltam Sárváron, onnan kimentem a buszpályaudvarra, buszpályaudvaron bementem meginni egy fröccsöt, és onnan már nem emlékszem semmire. Utólag mi derült ki, mi történt ezen a buszpályaudvaron? Hát annyit, amit tudok még, amit már később tudtam meg. Egy nagyon jó, kedves kollégámnak a fiai jöttek oda segíteni tűzoltóságtól, szebb volt a szerencsém is, és akkor ők defibrillátort hoztak, megütöttek, és visszajött a légzésem, meg a keringésem, aztán a többire. Hát gyakorlatilag ön a klinikai halál állapotában volt. Már talán, már biztos. Kórházban tért magához, ugye? Hát azt se tudom megmondani, melyik nap. És azt kimondta meg önnek, hogy gyakorlatilag ön meghalt, csak újraélesztették? Hát ez benn volt az újságban is, a Sárváriban is, meg a Szombathelyi Vasnépében is. Uh-huh. És akkor tudtam meg, meg a kollégáktól, ugye akik a telefonon állandóan érdeklődtek, hogy mi van, meg hogy vagyok, mint vagyok. És akkor tudtam meg, hogy hát végül is akkor én most úgy születtem újjá. Most itt, ahogy láttam ezen a mentőnapon, mindig máshol volt és másokkal beszélgetett. Nem. Hát ugye nekem rengeteg kollégám van itt a mentős napon. Hát én 1968-ban kerültem a mentőköz. 2006. február 28-ig ott voltam. És én, mint garázsmester voltam, és a répcelakiakat is én tanítottam be. Az összes munkára, hogyan kell, mit kell csinálni, az egész megyét végül is. És mi változott ezóta? Változott-e valami egyáltalán? Hát először egy picit gyöngének éreztem magam, aztán utána meg, miha semmi nem történt volna. Otthon, mikor mondtam a feleségemnek, te mondom, én hónap reggel menek a hegyre. Ne bolondíts meg, azt mondja ma. Azt mondja, mindjárt hívom a fiadat. Aztán azt is mondta, hogy a lányomat is. Aztán majd megmondják. Jó, belenyugodtam, de két nap múlva nem tudtam már megmaradni. Két nap múlva fölkeltem ugyanezzel a vonattal. Elmentem Sárvárig. Megitta a fröccsét. Megittam a fröccsömet. Komolyan mondja? Isten bizony. Megittam a fröccsömet, bementem, a vendéglős csak lesett rám, a Norvi. Csak lesett rám, nem szóltam egy gyárva szót se. De az már azután volt, mikor a kórházba kijöttem. Csak lesett rám minden. Mondom neki, Norbikám, nem tudok ám semmiről semmit. Majd azt mondja, egyszer megbeszéljük. Ugye akkor tudtam meg az újságból, hogy a tűzoltók segítettek. Beszélt velük azóta? Hogyne, elmentem, meglátogattam őket. És mit mondott nekik? Hát, gyűjt a fiam is, meg a lányom is, meg még a húgom is. Köszöntöttük egymást, minden. Csak pont őnáluk is 7 órakor volt váltás idő. Ugye hát tudtam azt, hogy váltás idő alatt sokáig nem lehet bent tartózkodni. Meg ha jól emlékszek, még azt mondták, hogy szondázás lesz. Valami ilyesmit mondtak. Ez a rutin része. Rutin része. Aztán hát jó, menjetek gyerekek, és megígértük azt, hogy találkozni fogunk. Ott csináltunk egy fényképet, én ma kinagyítottam, minden egyének el van készítve. Mondtam nekik, amikor a jó Isten megadja. Kezet fogtak egymással? Hogyne. És milyen érzés kezet meg fogni? Meg is öleltük egymást.
milyen érzés megölelni azt, aki visszahozta önt az életbe? Nem is tudom megmondani. Az, amit akkor én éreztem, hát talán olyan nagyon sokat beszélni se tudtam, mert könnyen voltam. Azt gondolom, hogy ez teljesen érthető. Akkor még úgy gyöngének éreztem magam, akkor még nem éreztem úgy magam, mint most. Most már elmenek a hegyre, minden, úgyhogy barátaimmal kint találkozok. A családjában volt még ilyen hirtelen szívhalál? A bátyám volt meg hirtelen. Mennyi idős volt ő? Ő 70. És akkor ő olyan helyen, ahol nem is tudtak rajta segíteni, ugye? Hát ott, hol a családi házban. Hazamentünk a hegyről december 8-án. Én D-be eljöttem tőle, és ő meg este 6 órakor telefonáltak a kollégák, menjek egyszerre Sárvára, mert meghalt a bátyám. Akkor itt most a jelenben a fröccstől megpróbálták önt eltiltani, vagy próbálták mondani, hogy ne igyom? Nem mondták, nekem sem volt az égi. Tehát ez hozzátartozik a napi rutihoz, az egy fröccsot Sárváron. Egy fröccsöt Sárváron. Kint a hegyen megiszom én a boromat. Kimenek, dolgozgatok, amit tudok, annyit nem, mint máskor. De kint dolgozgatok, azt be van fejezni. Gyógyszert kell szednie? Bármilyen kell, most kell. Kell. És akkor így általában hogy érzi most magát? Én nagyon jól. Én semmit olyant, hogy nekem a szívemnál, vagy valahol szúrna, vagy valami fájna. Az újraéreztésnél sem tört el bordája? Bordám nem törött el, de az, hogy megnyomkodtak. Jó, hát azt én tudom. Ez kellett hozzá, hogy... Ez kellett. Jó, én soha nem bántom, mert én is, amikor ott dolgoztam, akkor nekem is rákerült a sor, hogy ezt kell csinálni. Viszont enélkül meg nem beszélhetnénk egymással, úgyhogy nem. Azt gondolom, hogy... Ha nekem nincsenek a két tűzoltó, akkor én már Jáki úton lennék régen. A Jáki út az a temető szombat helyem. Igen. A nevüket tudja, hogy kik voltak azok, akik önt újraélesztették? Weitzer gyerekek, két Weitzer gyerek. További jó egészséget kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Sokáig fogyassza még azt a fröccsöt a sárvári állomáson. Hát, hogyha lehet, mindig bemenek az utasállátóba, ott a buszpályaudvarnak, mert ugye a resti, a megszűnt az állomás. Mert ha lett volna, akkor oda mentem volna be. De oda bemenek, leülök, és megvárom azt a 15-20 percet, még a buszom megy, azt arra meg kisétálok szépen, de többet nem iszok, mint csak egy fröccsöt. De az viszont meg már kell, az is majdnem olyan, mint egy gyógyszer önnek, azt gondolom. Köszönöm szépen, hogy beszélgetett velem, jó egészséget kívánok!